Sziasztok, én Kodi vagyok! Sziasztok, én Dévig, és ez nem más, mint a SnowRunner, amiben nyomhatjuk tovább a bizniszt. Ja. Csak hogy teljes legyen a T-boy, én ülök a kék pikába, Feri pedig a zöld terautóba. Mert Kodi egy küllit szeretne megcsinálni, amit a helyi Factory adott, mert hogy elöntötte az árvíz a Factory-t, és oda kell szállítani dolgokat, hogy újra üzembe tudjon állni. Ez itt van fönn éjszakon. Igen, ott. És hát erre eléggé szarutak vannak, mármint van itt jó út, csak ki van rá dőlve egy felsővezeték, hiányzik a híd, roadblock van, és még a sötétben még ki tudja majd mi lesz. Na. Igen, ott még fel kell fedezni. Az én feladatom pedig az, hogy ezt az utat kitisztítsam, hogy Kodinak könnyebb legyen a dolga, meg úgy egyáltalán könnyebb legyen a dolgunk abban az irányba, mert a warehouse-t erre megközelíteni, ez halál ez az út. Hát az ott szarott, el is akadtál az egyik póttal. Igen, szóval én oda megyek. És egyébként az érdekes, hogy ugye a bal alsó sarokban nálam azt jelzi, azt írja, hogy Kodi, mert ő a szerveren lévő másik ember. Igen, nálam szóval... pont fordítva, tehát nálam látjátok Dévet, évném meg igen, engem. Szóval a kék, a kép pont azt jelzi, hogy kit nem néztek éppen. Igen. Szóval figyeljétek a joystick ikont, az igen, a ott a jobb fő sarokban az mindig ott van, úgyhogy. Az a legjobb igazából. Hú, de táncol az aszfalt. Nekem kell egy... Az van itt? Volt, azt holtam rárakni. Bent, ja, az bent a garázsban. De attól igen. Függ, hogy tehát a benzinhez az kell majd, de például a brickhez nem. Mármint... Ja igen, hogy most akkor melyiket viszem előbb. Igen, mert a bricket az a brick az utánfutós, meg a metal. Igen, illetve... a nyerget akartod rárakni, ugye majd a nyerek kell. Igen, a nyerget a félpótkocsihoz, azt hiszem az a neve. Vagy pótkocsi. Két metal brick, egy metal beam. Ugye pont hármat kell vinnem, és kettő dolog fér fel most jelenleg. Viszont hát ugye itt van, ezen brick volt? Igen, brick volt. Ki kéne húzni? Legalábbis akkor... én brickre emlékszek. De én hát is... igen. Azóta már jobb a szekér, de hát... ja. Hát, megpróbáljam. Még így is úgy arra kell mennem. Hát igazából mert igen. Ott van a... ott tudok felvenni bricket. Vagy egyelőre még mehetsz valami könnyebbre, és akkor addig én meg itt hátra mondjuk egy, legalább egy hidat rendbe tudok rakni. Aha. Meg hát akkor kerülj, ahogy beszéltük a farm fele, ki az aszfaltra, és akkor vissza a hegyi úton. Meg itt, ha átmászod, hát csak itt van az a szar. Ez is működik, ez az út. Csak ott az a sárgödör nagyon szar. Melyik? Ahol most megyek. Itt? Ott az elején van a sárgödör, ha azon átjutsz, akkor jó vagy. Hát csak az nehéz. Vagy elmegyek akkor ezért. Yep. Ja. Felrakom a nyerget, aztán megyek. Ja, már itt is van valami. Ó, amit hoztam, itt kettő van brick, a brick, tudod, hoztam, hát hogy akkor... legyen pluszba. Akkor már csak metálért kell elmenni. Ja. Oszlopi. Jó, mondjuk ezt azért hoztam, hogyha ebbe az irányba kell brick a város fele, mert a warehouse-tól most akkor visszahúztam ide, most akkor visszahúzzuk a warehouse fele. Szóval érted, hát, a warehouse-tól viszonylag közel van a Factory. Aha. Te is megtaláltad ezt a sarat? Igen. Próbáld meg valahogy kikerülni. Aha. Ojo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 j
izét se kapcsoltam, meg a okay. Difizárat se. Akkor ez egy jó útvonal. Ja, hát még nem, kikerültem a sarat, nem mentem bele, hogy te. Ja. De, ja. A lényeg ki lehet. Igen. Most ami nagyon dugrúván besebeztél, egyet levettél a motoromból, Ufa. Viszont van nálam javító, ami azt jelenti, hogy ripérelek, és ott van, hogy 420-ból 419, és a ripér kitembe pedig van 50 egység, szóval beleraktam egyet, és újra maxos vagyok. És ugye a kerék pedig külön van, 4x4-ből. Aha. Jó, ha egyik defektet kap, akkor egy kereket tudok kicserélni. Tök zsír. Igen, ezeket így megéri rárakni majd, hogyha lesznek. Igen, csak azzal nehezebb is vagy. Ja. Szóval jobban elásod magadat a sárba, szóval azért mérlegelni kell, hogy... Igen. Hogy megéri-e, milyen úton fogsz menni. Ja. Hú, ha ez ilyen nagy! Azt a rohadt! Jó ég! Várjál már, hát... Ez nem vagy elég nagy, Feri. Hát én leengedi gondolom a lábait. Igen? Atas trailer. Jó, oké. Igen. Azt a minden. De ez nagy! Ilyen... Hát... Elfordul a hátsó! Életemben nem láttam ekkorát. Az mintha fordulna. Aha, szoktak olyat. Igen. Jobban kövesse az ívet. Hát akkor... Ja, de most neked kell menni előre, nem? Hát vagy figyelj, akkor itt, ha itt elmenjek? Itt eljössz, és itt elmész jobbra, ott az milyen elmez... az út? Most nézd rá, hát, szűkös...
nem feltétlenül egy ekkora vontatványja menni, de lehet, hogy elhozod ideig, akkor... Uh-huh. Na várjál, nézzük, itt a híd. Ehhez kell... Hát meg itt is ki tudja, mi vár rám. Star Trekking... Metal Beam, egy darab kell, és már van hidunk. Az egész jó, viszont a városból kell hozni. Igen. Meg az nekem is kell majd, ugye? Ja. Máshova, oda a Factoryhoz, ahova ezt viszem. A Factoryból is, vagy mi a Warehouseból is lehet hozni Metal Beamet. Beadható. Én ezt itt hagyom egyenlőre. Jó. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Okosítgattatok minket, spoilermentesen, amit köszönünk szépen. Igen. Ilyen kis alaptudások lényegében. Például, hogy az utánfutókat el lehet adni, és utána meg lehet venni ugyanannyiért, mint amennyire eladod. Szóval... Igen, ez tök jó. Igazából tárolod a pénzt. Ja. Ami teljesen jó. Szóval én most akarok egy ilyen jó kis pótkocsit. 3000-ért. Itt is van egy ilyen. Aztán meg ugyanúgy el tudom adni, hogyha meggondoltam magamat, mert amúgy meggondoltam magamat, mert fél rám Metal Beam, szóval minek. Aha. Tehát itt is van egy ilyen. Ez azt hiszem javítós. Tehát ugyanaz, mint ami a kis pick-upon van, csak ebbe sok van. Uha. Igen. Igen. Izé. Na mindegy. Nem láttatok semmit. Ja, nem tudok recoverolni, mert a tied. Jó van, akkor én itt se vagyok. Jó. Ha átmész a izébe, a pick-upba, amivel voltam a sevivel, akkor azzal mehetsz esetleg tovább mondjuk felfedezni izét, tornyot. Azt ugye elvittem odáig. Akkor hozod ide a beamet. Jó. Akkor torony. Hát kerülni kell egy pöppet. Mondjuk itt ugye ezt a részt ki lehet kerülni. Így. Hű, hát jó, hogy nem indultál meg erre felé azzal a... Igen. ...tartálykocsival. Igen. Ezzel még így elmegyek, de... Hát én is a scouttal így átjöttem, mondjuk neked már egy fokkal nehezebb. Óta volt baj. What? Piros lett a diffim, és... ...és bedimidzselte az autót. Mi a franc? Elméletileg a diffi azt úgy tud melegedni diffizer miatt. Lehet, hogy az történt? Lehet, hogy az történt. Pedig... De ez azért... mi az is semmi? Hát... Én nem... A váltom dimzselődött. Hát lényegében abban benne van akkor a diffi is valószínűleg. Hát egyre pirosabb lett az alja. Így mutatta a diffi, vagyis hogy hát igazából a hajtásláncot, és egyre pirosabb lett, és amúgy nagyon piros lett, így bám a mínusz 25. Akkor erre is figyelni kell, hogy... Nem is innen kell... Nem diffizárazni örökké. Vagy lehet, hogy a pluszos izébe voltam. Felezőbe. Már megint. Még csak most kezdtem. Aha, és visszajöttem sima felezőbe, és egyből jó. Itt is vagyunk. Nagyon szép. Upgrade location discovered. Hoppa. Hoppa, ott van bent. Nem. Sem az Kodiak. Hova? Az egy autó. Aha. Az egy truck lesz. Itt van-e upgrade? Huha. Ez szerintem easy. És akkor utána meglátogatod azt a... ...azt a Verdát is. Az mentős, hogy ki kell menteni vajon, vagy új autó? Mert ezt nem tudom sose eldönteni. Rá tudok így nyomni. Szerintem az küldi lesz, hogy... Hát... Nem tudom. Nem tudom. Jó, hát megérkeztem a Warehouse-hoz. Hogyha a másik irányba jöttem volna, szerintem az első sárgödörnél. Ez szörökodik valahol igen. Itt. Azért ez kerülsz, de sokkal jobb ez az út. És itt van minden is. Nice. Easy. Mapon nagyobbnak tűnt. Jó. Get upgrade. Moci. Ez szerintem mondja, a dízel. Hogy ez ehhez a Fritz, aha. Egy nagyobb blokk. Egy nagyobb, aha. Yes! Igen. Már mennék is berakni, hogyha nem tennék az erdő közepén. Na jó. Pont az rész elején nézegettem a motorokat, hogy így de jó lenne. Hát itt van. Nagyon jó. Akkor elmegyek azért a kocsiért, vagyis... Log station. Szerelvényért. Hát itt valahol.
Itt, hát még nem írja, hogy lehetne fát... Sőt, onnan valószínűleg a logot lehet majd vinni, nem pedig izét, a plenket. Uh-huh. Ugye a plenket már most is lehet a fűrésztelepről, de ez valóban majd teli log kell. Mert van logszállító izé is. Aha, ja lehet, igen. Azt mondja, lehet, hogy onnan kell. Üzemanyagot nem lehet így magunkkal hozni, mint mondjuk pótkereket? De. Van az is? Aha. De csak ehhez, ugye... vagy az, vagy ez? Hát ilyen különböző kitek vannak, én azt láttam. Aha. És akkor valamelyikbe kevesebb benzin, több alkatrész, valamelyikbe több ja, benzin. Értem. De ugye ez autófüggő, hogy milyen kitek vannak, lehet, hogy ahhoz nincs is benzines kit. Ja, lehet, lehet. Szóval... Ja. Igen, mert nem fér már el. És megjöttem... Kész a híd pillanatokon belül. Very nice. Ott is van. Egy pótkocsinyi izéből. Stage completed. És miért nincs rajta aszfalt? Deliver. Ó, hogy ve... Konkrét blokkot is. Hát azt nem mondták. Hát ez nem. Elfelejtették mondani. Ugye a warehouse-ba. Jó, akkor még pihenj egy kicsit. Hát ezt ki kell húzni onnan. Lehet, hogy nem fog sikerülni. Lehet. Megpróbáljuk. New Truck Discovered. Aha, mert ide jöttem. Chevrolet Kodiak. Akkor most már elvileg bele tudnám szállni, mondjuk ha jól lettem, teljesen rottyom van. Plusz ha beleülsz, akkor szerintem... Ásom el magam! Vissza tudod rakni a garázsba. Change Truck, tényleg, aha, bele lehet ülni. Aha. Hát ez... Fosza. Van baja. Csak nem tudod visszarakni, mert az enyém, vagy... vagy... Recover... Ja, tiéd. Jó, akkor mindjárt beleülök. Minden a tiéd. Jó. Kijöttünk. Jó, akkor... Akkor azt... Vidd már vissza, megnézem, hogy mit tud. Jó. Meg hát én is megyek vissza, mert hát... Biztos, mert... Üzemanyag hiányba vagyok. Okay. Eléggé. Nézzük, hogy mi van hozzá. Van benne egy V6900. És ugye az új blokk ebbe is belemegy, amit megtaláltunk. Aha. Ami már nem rossz. Csapd rá. Ez egy tengelyes, várjál, még nem biztos. Offroad is megy rá. Emelt felfüggesztés, ami még nincsen meg hozzá. Igen, az egy tengely, az zavar engem. Hátul. Diffizár nincs bele. Útkerék az lehetne. Összkerék az viszont van bele. Hát... Nem egy ilyen... terepgépnek tűnik ez nekem. Ezzel egy országúton... Pedig heavy duty. Az izére van. Igen. Aha. Ugye a highway van. Highway egy gyors, a heavy duty meg... Aha. Az van terepre. Igazából. Ja, alapból benne van a diffizár, jó? Oké, hülye vagyok. Ha. De az egy tengely nem kevés. Na mindegy. Hát... Lehet, hogy nem. Akkor... Viszont az összkereket fel kell bele oldani Alaszkába. Ami hát nem itt van. Hát nem. A betonelemek megérkeztek. Aha. Kirakodunk. Na jó. És ezzel így már megvan az alja. Figyelj, ott is van aszfalt, minden, nice. Gyönyörű. Mi kell még oda? Így kell ezt csinálni. Kis pénz, kis XP. És már lehet is átadni egy gyönyörű szép hidon ezzel levágva. Hát itt azt a mocskot, ahol most te is vagy például. Igen. Szóval eléggé hasznos, viszont... Lehet, hogy... Na most már mindegy. Mettem volna, hát... De nem sokáig jutok, mert hogy itt lesz egy roadblock. Jó, tényleg lesz egy roadblock. Amit ugyanúgy el kell vinni, és... Hát kíváncsi vagyok, hogy mi kell oda. Itt is van egy kis terep, érted, nehogy már... Ne legyen. Persze. A kis hegyomlás. Múltkor ezt izével kellett, azt hiszem... Metal beammel. Furcsa módon. Ja nem, service part. Az is van azzal itt szóval. Azzal rakják a déba köveket. Vagy sziklát.
Nem tudom, lehet, hogy ilyen összecsomagolt bobcat, vagy valami van a dobozban, és akkor az. Na, rakjuk bele ebbe az új blokkot, 1900-2100T, felmenjünk A-ba. Durability-be is, egy ilyen kockával jobb. Aha. Hát, az is valami. Valami. És többet teszik? Hát... Vagy azt nem jelezte így? Mm. Hogy az is lentebb menne, vagy föntebb, vagy... Fuel consumption... Nem változik. Valamivel biztos, aha, de hogy nem annyira hát mérvadó. Hát akkor kicsi a... ráraknám a 45 szolosot, az nem jobb. Ha ugyanúgy útra is van, de legalább... Mm-hmm. Ah, itt is van egy izé roadblock. Igen. Ami ez itt. Uha, hát ez... Ez mondjuk elég jó. Az nagy roadblock, de az nem javítható. Az csak így... Hello. Ja, hogy arra nem lehet menni. Aha. Aha, lehet. Hát lehet, csak... Nehéz. Igen. Na nézzük. Hát... Lépett. Az a Kodiak? Egyelőre... Ja, nem. Vagy ez most még? Az új... A régi az új blokkal. Ja. Hát figyelj, itt főfelé eddig úgy nyöszörgött, most meg A-ba megyek fölfelé. Aha. Eddig úgy felezőt már úgy rakosgatni kellett neki, szóval igen, a kaptatókat valamennyivel, aha, sokkal inkább. A sárgödörbe meg megjöttem. Mindegy. Beborultam. A sárgödörbe meg mindegy, mert ha nincs tapadás, akkor nincs, aha, tapadás. Egyelőre ezekkel a gumikkal örülünk, ha egyáltalán bármi történik. Hát igen, én nem még tovább. Nem tudom magamat kiizélni se. Shit. Jó, mindegy, hát idáig jöttem csak. De nincs alkatrész, hogy bármi nem lett. Meteoró... Lokál... Ja, az itt a factory. Hogy vezet oda út? Ide? Most már látod. Tehát vagy amit most vagy? Így javítok, vagy az egészen vagyok? Elvezet majd a factoryhez. Tehát nézd, ott innen, a roadblock. Innen, ugye? Igen. Így. A roadblockot megjavítom. Roadblock megjavít. Utána itt, tovább, erre, tovább, és ott vagy factory-nál, és de itt olyan szinten, hogy így és majdnem végig aszfaltos. Új, de jó. Ja. Arra gondoltam, hogy te megnézhetnéd, hogy mi van ott a kidőlt oszloppal. Mert jó lenne azt is leszedni. Ah, ez? Aha. Aha. Jó, megnézem. 99%-ra mondom, hogy ide egy darú izé kell hátulra. Akkor mindegy, hogy mivel megyek? Csak gyorsan érjek oda? Hát tehát szerintem, most... ha odaérsz, akkor ki fogja írni, hogy mi kell hozzá. Azért akkor... mondom, hogy akkor most mindegy, mivel megyek, mert... Aha, jó. Aha, hát... Igen. Ez kidőlt. Azért oda nem csak daru kell talán. Mondjuk itt el tudnánk menni. Igen. Uha. Vagy itt le van zárva? Látatlan falla? Vagy minek mentem most neki? Ja, igen. Ó, azt hittem, hogy ezt így meg lehet kerülni. Mert hát, na, pont úgy van ott elhajolva. Accept. Igen. Start tracking. Concrete brick és metal beam. Jó ég. Ja. Hát akkor mégse csak simán daru. Nem. Na, ha most lenne rajtam pótkocsi, akkor már tudnám vinni oda is a... még pluszba mondjuk bricket a másikhoz. Aha. Ezzel a blokkal már, meg ezen az útvonalon itt pótkocsival egészen jó leszek, mert ilyenkor jó előre gondolkodni, hogy most is hármat fordultam ide, hogyha lett volna pótkocsim és előre gondolkodok, akkor kettő, aha, fordulással megmegyek. Hello! Hello! Itt vagy? Megelőztelek. Ja. Van egy mérete. Előznék, de valahogy... Hát itt lehet, hogy jaj! Mehetsz nyugodtan. Merre húzzál már. Gyere csak. Na. Csak átjönnem. Hát. Na, oszlophoz. Hát megy szép komótosan. És az út megetisztítva. Most. Oké. Okay. Kezdtem megérni, egy más kódra kell venni, hogy valami. Na, és akkor egy gyönyörű szép utunk van a factory-ig. Nice. Én meg akkor megyek vissza, és akkor intézem a izét, a kidőlt oszlopot. Uh-huh. És ugye ahhoz kell akkor metal beam, az megy oda hátulra. A konkrétet meg rakhatom egy pótkocsiba. Hú, azért arra pótkocsira férne anyag. Arra mondjuk igen. Az 4 slotos.
De arra biztos... Ez meg összlottos. De arra mennek ilyen cuccok, nem mondjuk... Hát... Kamion, jó kérdés, de szerintem igen, mert dobozt jelez. Tehát, hogy doboz fér el négy rajta, ja, ez meg víz, tehát, hogy... Jól jelzi, csak hát olyan hosszú, mint az állat azzal kanyarogni. Hát igen. Maradok inkább a kis pótkocsinál egyenlőre. Hát arra biztos felfér. Hát azért már most érzem azt az utánfutót, pedig még nincs is rajta semmi. De ez mi lesz, ha lesz? Nem annyira gáz. Meghoztam a üzemanyagot. Uh-huh. Az mi a szent szarott előttem? Emeletes utánfutó. Mozgózi. Ez valami konténer van rajta, meg valami... Valamik. Accept. Ez csak ja, várj, nincs kijelölve. Nem ilyenkor... Vagy ja, az az egyik. Start tracking. Meg hogyha behúzod a ja, áthúzod rajta, akkor már kész. Aha, jó. Utána már leraktad bárhol. Atacsoltam! Fővettem. De ez mi? Nem írja ki, hogy mi van rajta. Ez valami szivattyú... nem tudom, ilyen mindenes. Az van rajta, itt van valami ilyen... Ott menne át a víz, vagy valami. Ami szűrő, vagy... Erőd. Hát nem tudom, de nem is írja. Ezt megpróbáljam kihúzni. Mert akkor ezt tudnám vinni. Nem kéne venni. Van rá esély. Lehet, hogy normális gumi lenne már ezen, akkor jobb lenne. Igen. Mert ez még csak utcai. Azzal megyünk így. Na, 10 perc alatt kiszabadultam egy helyről. Ez nem, a nekem pótkocsi, is arra ez, kell menni. Ez egészen visszafog? Számít. Aha. Igen. Viszont ha jól láttam, akkor ezen a map részen már mindent megtaláltunk. Sőt, a gumik azok szinthez vannak, az a baj. Igen. Jaj. Na, itt akadtál el, ugye? Aha. Hát itt fűben is van. Azon izé van, metál. Metál, igen. Az kell neked? Mondjuk abból pont egy kell, és ezen kettő van. Abba. Nem, az egy. Vagy ez egy? Jöjjön hosszú? Ez két slotot. Aha. Foglal. Oké. Okay. Itt mivel jöttél, el akadtál? A legelső... A legeslegelsővel, alap tuninggal. Aha, értem. Ugye? Egész jó. Aha. Kellemes. Hát itt valahogy... Úgy kéne megfordulni, hogy ne boruljon fel. Hát ez meg lett pakóba. Ha ez felmegy, az meg. Itt visszafele, megeszem a kalapomat. Na jó van, nincs más választás, Dávid. Ki kell húzni innen. Uh-huh. Hát így kellett volna kezdeni. És így elhúzom odáig. Teljesen jó. Hát van baj, de vánszorog. Nem tudom, mit tapadnak ezek az utcai gumik, de... Egyelőre hősiesen helyt áll. Hát lehet gyorsabban meggyártam volna a kettőt fordulok, mint hogy ezzel most itt kiszenvedek. És pontosan ezt akartam mondani én szóval, is. Hát igen, ilyenkor át kell gondolni. Szerintem csak most nem tudtam, tartozom. Mennyire lesz nehéz ugye kihúzni. Hát igen. Azt hittem, hogy egyszerűbben meg lesz, és akkor jobb lesz. Hát... Nincs, amint ezzel a pótkocsival szarakodok, ez nem már kétszer fordultam volna, főleg, hogy eddig elvett olyan 9-10-et, most meg 15-öt eszik pótkocsival. Aha. És hát na, fogyogat az a benzin. Elég erősen, szerencsére lesz majd egy benzinkút út közben, az a szerencsém. Uh-huh. Jaj, ne! Hát eljutok a benzinkútig. Aj, de olyan közel a cél, csak itt kéne megmászni és meg vagyunk. Nem bírja. De amúgy itt is el tudsz menni. Miért arra mész? Nem tudom. Itt átmentem, az easy. Igen. Az út, aha. Az ja, és most tolassak. Igen. Úgy, hogy hat helyen elfordul az izé. Jaj, ne. Minden. Nem tudom ez, hogy lehet tolatni. Sehogy. Hogy utánfutóval pont fordítva kell, de akkor ezzel meg... Ezzel dupla csavar. Ezzel meg... Nem tudom. Jaj, ne! Dávid, ne kelljen ma menni kihúzni. Jaj, ne!
Le fog borulni a cucc. És közben fogy a benzin, érted? Hát, igen. De ott már kiérsz, onnan már beton lesz. Aha. Csak hát ér ki. És látom, hogy hogy fordul a zsámoly, és egyszerűen nem tudom értelmezni. Ilyenre még csak nem is látod. Jó, arra már jó lesz. Lesz egy kis vízátfolyás, de... Mi? Hát a scouttal könnyen átmentem. Aha. De nem nagy cucc. Csak kicsit megerett a patak. Igen, az megerett. De sá... Na hát szerintem átmegy. Csak ha utána nem lenne itt ekkora sár... De amúgy átmegy. Na most itt jó. Jó. Ez tényleg easy-bb. És mivel ugyanarra az útra vezet ki, és most már nincsen ott az akadály, így most már easy. Csűha. Itt van baj ez a kanyarral. Egy 30 literrel bekorulunk a benzinkútra. Ez nem az épp elég, hogy megtankolj. Nem volt kellemes. Nem akar menni. Igen. Nem tudom, mi van vele. Az a pótkocsi, az szerintem a bazi nehéz. Négy tengelyes, azon dupla kerekek vannak, meg ilyenek, tehát hogy egy masszív vas után masszív, csak hát ez azért... Hát igen, csak kell hozzá erő is. Igen. Hát de itt még csak... vincselni se tudok. Azért nem bírtam én azt a pótkocsit, az egy trágyalé. Na, most megmozdult a hátulja. Kicsit odébb húztam. Hogy a pótot is ki lehet vincselni. Ó, hogy az anyukád! Miért nem jó erről az oldalról, hogy... Úha. De ne, nem mondod, hogy tényleg izé van. Várjál, jobban is meg lehet ezt kerülni. Nézd. Ja. De én ezt itt hagyom. Ja. Úha. Jó ötlet volt? Nem biztos. Okosan. Jó. Ú, annyira nem jó. Hol vagyok? Jó, sikerült. Yes. Megvan. Pakolunk ki mindent. Halló. Igen, unload. És abból is. Hello. Állj bele jobban. Igen? Vagy nem tudom. Pack cargo. Ja, most már nem volt lekötve. Ja, nem volt lekötve, mert egyszer ott már kikötölődzött, aha, amikor fel akartam borulni. Nice! Meg vagyunk, vissza van építve teljes mértékben. Faszol. Így most már egy olyan strádánk van, itt összekötve minden mindennel, uh-huh, hogy könnyű, nice, kicsordul. És akkor mi kell még a factory-ba? Brick meg metal beam. Igen. Igazából ugyanaz, amit ide hoztam. És te... Hát én most jövök még csak. És egy valamit tudok elvinni, vagy a bricket, vagy a metal beamet. Uh-huh. Úgyhogy ha jössz, akkor gyorsabban meg vagyunk. Itt van ez a brick, most már itt sokkal egyszerűbb, elviszem azt. Jó. És akkor várjál, itt van ez a pótkocsi, ugye ezt megvettem, és most el tudnám adni. Viszont ezzel nem tudok recoverelni. Tehát haza kell vinni. Szóval haza kell vinnem, hogy el tudjam adni. Aha. Ami nem annyira nagy para, de azért ez hát bele jó, kell de... számítani. Na. Azért kényelmes ez a simán visszarakjuk, az csá. Igen. És akkor te viszel bricket, ugye? Akkor én viszek a metal beamet. Haladós ez a főút, haladós, de azért meg kell mondjam, így sincsen közel az a factory. Nincs. Főleg, hogy ugye van aszfaltos rész, akkor van szar, igen, sáros, azért is van meg... egy-kettő ilyen, ja, kellemetlen. Tehát nem végig aszfaltos azért, de nyilván jobb, mint hegyekbe átmenni. Ja, meg egy-két kanyarban már volt, hogy majdnem fejreállítottam a pótkocsit. Aha. Mert azért nagyobb sebességgel óvatosan kell válni. Igen. Na, én meghoztam közben a vast. Király. Onnan mit lehet hozni a factory-tól? Nézd meg! Innen? Itt task van. Várjál, menj vissza a térképre. Ott miért mutat egy felvevő helyet? Fönt, balra föl. Oh. Onnan... Ez scout itt... flatbed. És azon brick van. Jó, mindegy. Aha. Szóval, hogy onnan mit lehet hozni? Oppa! Óha! Kicsit fölmentem erre a...
fél méter magas a betonra. Itt van valami meló. De csak lerakni lehet. Ez csak le. Onnan nem lehet az is semmit. Nem. Highway. Oh, de büdös. Semmi baj. Megérkeztem, kész az a küldetés is, lerakjuk a téglákat. Dane, 3800, és jó kis XP, és 5-ös szint. Nem tudom, hogy oldottunk ki fel valamit, nem úgy néz ki. Na mindegy. Na most már lehet innen kikérni service partot. Ja, hogy most már, aha. Ja. Arra gondoltam, ha már úgyis itt vagyok, akkor visszafele meg hozok service partot, mert biztos, hogy ő is kell majd. És akkor lesz otthon. Jó. Csak a 85 litja jó benzin nem lesz elég, hogy hazaérjek. Basszus. Az lehet. Mi az új főkül itt a Dyson dieselnél? Figyelj, el tudok menni egy ilyennel, érted? Akár. Akár. És kére annyit. Hát, utána meg lesz amúgy egyszer kell megvenni ezeket. A drilling site-ra kell vinnünk fúrófejet, metal beamet, kettőt, és egy utánfutót. Ott is elöntötte az árvíz a fúrási helyszínt. Hát a városból lehet vinni a kettő izét, metal beamet ízébe. Ez nem jobb ez a Kodiak, amit most... Hát összkerék még nincsen benne, nincsen, és azt az Alaszkán tudjuk megtalálni. Aha. És ha azt megtaláljuk hozzá, akkor lehet, hogy jobb lesz. Mondjuk egy jó hátsó terepgumival, azzal lehet, hogy jobb lesz. Ezt kell majd odavinni a drilling site-ra, amit van a factory-nál. What? Rig semi-trailer, akkor az valami... Az nyerges lesz? Akkor nem is tudtam volna hozni. Igen. Jó. Az az lesz. Beszartam, hogy onnan jövök. Aha. Magasan ül, mi? Hát, nem kellett volna megnyomnom a vincset. Ja. Miközben megyek. Szóval előről az egész. Ja. 10 liter üzemanyagom van, és ott van a benzinkút felé. 9. Hát... 8. Arra kanyarodjak, behúzzalak. 7. Gyerünk már, menj már ki innen. Akaz lesz, mert visszajössz érte. Igen? Hát nem. Nem tudom. 5. Most már tempóba hát vagyok. Lesz. Nem tűnik 4. el. 4. Vincselj, húzzad. 3. Még talán begurulsz, kirakod majd üresbe, vagy valami. Basszus. Ezt tényleg le kellett volna csatolni. Mit csinálsz? Lecsatolom. Ja. Ne. Ne, egy. Ne. Indulj már! Hát mi ide? Abba rakjad. Nem? Vagy most merre megy az? Nem indul. Behúztam a kéziféget felé, azért nem indul. Jó. Hát messze vagy, az a baj. Mondjuk, hát annyira, mint nem. Itt vagy. Én meg itt. Arra megyek, akkor behúzlak. Szávász. Hello. Hello. Csak nem elakadtunk. Hogy szívjak már egy keveset. Refuel. Neked kell? Nem, nekem kell erre refuel. És akkor téged fillellek. 60-nal. Nesze. Kösz szép. Az összes üzemanyagomat átadtam. Kösz szép, vagy se vagyok. Akkor... Egyszer ja. kell elnyomni. Ó, én hosszan nyomtam. Jaj. Szóval itt tartottunk. Egy 20 perccel ezelőtt. Folytassuk. És vannak ilyen dolgok itt felborulva, meg ilyenek. Na, hazaértem ez a nagyrakás párttal, ami még nem igazán
kell nekünk. Szóval a pótkocsit azt lecsatolom, hogy így itt legyen. És ugye rajtam is van, ami hát nekem nem kell, viszont ezt csak úgy tudom, hogyha... Unpack. Unpackelem. És akkor nyomsz egy kövérgáz, és akkor leesik minden. Az egyik megoldás, de aminek értelme is van, az az, hogy átülünk... A kezdő GM szinkre, amivel hát nem nagyon tudunk mit kezdeni, rárakom a Daruadont, ami lakatóval van, szóval... hello... Fuck! Mi nincs? Hatos level 6. És a log carrier, ja nem, log loader? Ja nem, az meg log loader. Igen. Oh. Shit. Hát akkor azt... 1600 csillag kell. És 300. Jó, akkor most még máshogy unloadolunk. Aha. Ugye az unloadolás az könnyebb, mint a loadolás, az biztos. Uh-huh. Szóval ezt még így megoldom. Azt hiszem. Hát te hogy borult el föl, taníts? Gyorsan mész, és nyomsz egy vincset. És valamit megfog ugye, és akkor oda beránt. Úgy borultam föl az előbb. Pff, olyasmi. Aha. Mi a 25, de mi? Jó. Nekem is piros lett. Gyere! Oh, fuck! Piros lett a diffi, és kaptam valami... Igen, azaz. ...dimidzset. Azaz. What the fuck? Nem akar felba... Ha az a defekt. Igen. Ja, várjál, hülye. Elvileg, ha detecseljük, és utána recoverelem, akkor cargo will be lost. Hát most nem tudom, hogy ott hagyja, vagy le kéne tényleg... esni magam alá, nem? Igen, elvileg. Nem merem. Közben meghoztam a metált. Jó. Amíg te ott táncolgat. Gyere! Oh! Yes! Azaz! Oké, okay, egy megvan. Hát igazából ez most fönn van, vagy len van. Hát logikusan hát lent, szóval... Ja, recover. Most nem írja, hogy cargo will be lost. Akkor már le van esve. Ez milyen... pót szerviz. Ez van, ez van víz van. Ezt akartam és nem sikerült. Jó kérdés. Nem sikerült. Mert nem bírtam megközelíteni. Jó. Ja. Volt a sár. De tényleg még az elején. És igen, ott maradt. Szóval van itt négy ilyen partunk, hogyha kell, akkor innen easy be lehet vinni. Majd ha már lesz daru, akkor fel is tudjuk lódolni, most még nem. Hát elvigyem innen. Vagy itt hagyjam. Még itt lehet, nem fog tudni átmenni. Kiviszed a városba. Na igen, az ott nem bírtam átmenni. Nem is ezzel lesz a baj, szerintem van, amit a folyónál nem tudom átvinni majd. Ó, hát sző. És megint nézd meg, pirosodik. Uh-huh. És ha elengedem, hogy megállok. Amint kikapcsolod a diffizárat, jó lesz. Aha. Refuel. Ebbe benzin van. 2000 liter. Az nem rossz. Aha. Ja. Ezt akár be lehetne állítani a factoryhoz, és akkor ott is van egy benzinkút, értem. Ja, amúgy igen. Ilyeneket lehet taktikázni. Hát mindegy, ide lerakom. Kiha? Pattogám rendesen. Na. Hoppá. Oké. Okay. És akkor most kell egy fúró. Aha. És most megmutatja, hogy honnan? Olajfúró dolog lesz itt. Lehet a... Nem tudom, mert... Nem. Hát csak azt írja, hogy rakjuk le. Ugye itt. Igen, mert ugye itt van egy alagút, ami... én azt hittem, hogy Alaszkába vezet át, de nem. Mert ez ugye, vagyunk ez Michigan, és ezen belül négy map van Michiganen belül, és ez az alagút vezet át a második map részre. És lehet, hogy onnan kell hozni a fúrót, és lehet. Én pedig jövök ide a factoryhoz, mert ez a nagy utánfutó, ez pont oda kell, amit gondolkodtunk, hogy mi van. Igen. Hát csak akkor... az egy későbbi fázisba. Igen, előbb ez kell. Igen. Hát akkor megnézzem, elmenjek oda, és akkor... Hát ha... Onnan kell áthozni valami. Remélem, jó helyen kell menni. Hát figyelj, végig kell jönnöm az aszfalton.
De ott be is kell mennem majd ugye a drilling site-ra. Igen. Úristen. Lehet, hogy majd menni kell húzni. Lehet, de hárommal. Hát ez... Ez hány ez very tonna big. Lehet? Hát nem látom előle. Merre megyek? Nem, kár, hogy nem írja amúgy, hogy hány tonna. Ja. Jó lenne. Még ahhoz képest egészen megbirkózik vele, tehát így nem nagyon... problémázik egyenlőre a kis... vas. Jaj. Az így vigyázzik el az ívekkel. Az még úgy pont elment. Az még pont. És érted, kimegyek. Jó, ez biztos, hogy nem tudtuk volna megcsinálni, hogyha nincsen megjavítva itt végig az út. Igen. Azt hittem eddig ez csak könnyítés, de nem. Jó, biztos lesz majd olyan, amivel ezt is elhúztuk volna erdő alatt, de... Mondjuk elefért volna, hát igen. Ha rámész egy kis kődarabra, az felborul. Ja. Yeah. Remélem nem kell ezt te is, hogy átmenjek. Travel. Ja? Már megyek is. Ennyi. És igen. Igen, a következő. Szép ma. Darab. Látszol, ahol drilling... Ott van. Ja, itt van. Service hubnál. Jó, szerencsére nincsen túl messze. Nem, nincs. Jó lesz ki ilyen. Hát amúgy nem sokkal nehezebb, mint a kis hülye pótkocsi, amivel múltkor szarakodtam. Pedig nem úgy néz ki. Igen. Itt egy garázs, nem? Ilyen telephelyünk van ugyanúgy. Ja. Ott is. És ha idejövök, akkor felállokkolódik, vagy... Aha. Trailer. Aha, akkor az az ottani garázsunk. Ja. Garázs discovered. De jó. És akkor oda vajon már lehet fast travel? Nézd, szerintem igen. Hát én most ugye recoverrel tudok, de hogy... Szerintem most már garázs és garázs között lehet. Lehet, lehet. Hello, jöttem a szajréért. Megripérelte a truckot, mert beálltam ide. Not enough speed. 5 izé foglal. Ahhoz akkor a nagy izé kell. Amit az előbb néztem. De az vagy a garázsba el tudsz rakni. Szóval igazából not that bad. Hát olyan van, amire 8 fér. Az rohadt hosszú. Van 5-ös is. Van? Aha. Akkor jó. Forgózsámos. Ja, nem. A nyerges. Itt tudom, vagy... Ott. Ja nem. Az trailer volt. Aha. Tehát... Oké. Okay. Nyereg és utána a trailer. Aha, van itt olcsóbban is. Csak arra ló szedől kell. Az alacsony. Meg azt is meg kell venni, úgyhogy igazából mindegy. Na. Megint tulunk ezzel a tömör vassal. Jó, hát akkor te sem vagy sokkal könnyebb helyzetben, mint én. Igen. Tudnék másfele menni, de itt van ez. Hát arra te nem menj. Annak nem nagyon mennék neki most így. Shit. Hát, hogy vannak mondjuk még ettől egyszerűbb küldetések is, de figyelj. Van. Belecsaptunk a lecsóba. Bele. És itt kéne... Jó, Istenem. Menj már! Nézd, mindjárt defektet kapok, mert tolom magam előtt ezt a szart. Ezt nem hiszem el. Feri felül az alja, érted? Ott. Hát... Mit mondjak? Vincselni se tudsz? Not nem. Really. Szóval. Na. Most jön a neheze. Már nem megy föl. Tehát akkor lehet olyat, hogy lecsatolom. És akkor húzom. És vincsel megpróbálom. Aha. Ja, de ez hogy? Hát ennek elől nincsen. Hát egérrel közd oda. Valahova. Van pontja. Csak elől nincsen kereke, akkor az hogy húzod? Ja. Felcsatolás nélkül. Azt lehet sehogy. Hát ez... Aha. Egyre jobb. Nem az igazi. Figyelj, ha itt hagyjuk, legközelebb érte jöhetünk. Igen.
Amikor már lesz jó gumi. Jövök, Feri, várjál. Honnan? Itt vagyok. Nem olyan messze vagyunk egymástól, nem olyan messze szívunk. Ja. Igazából integetetnénk egymásnak. Kb. De ott vagy. Igen. Vagyis hát azért látom a pultot. Itt vagyok. Gyere! Jóha. Húzom. Jó. Ah, jó. Aha. Egészen jó, az első kereket nincs is a földön. Nem baj. Hát igen, lehet azért nem akart nagyon menni. Ugye nem ért le az alja. Hát lehet róla szó. Júú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 
akkor... Ott húzni kell egy jó darabig, úgy, hogy fel van akadva, és utána át kell billenteni. Hát... Ide valami komoly szerszám kell, de nagyon. Kicsit visszatolatnék, és jobbra itt, mintha... Aha. Csak nem tudok már tolatni, se az a baj. Fuck. De mi? Nem áll. Pedig akkora hely van itt. Jó. Na most nem tudom, teljesen lemenjünk. Nem tudom. Jó. Aha. Igen, egyébként ez a fű... Jaj, várj, elengedte. Jó. Ez a fű, ez sokszor meglepően stabil. Csak néha ez is úgy besüllyed, mint hogyha nem tudom mi lenne. Tehát, hogy ez ilyen... Nagyon kis szász tud nagyon lenni. Jó. Jobbról kéne megkerülni ezért. Próbálok jönni jobbról. Beállok oda. Oké. Okay. Jó! Lendületbe voltam! Igen. Olyat rárántottam. Nagyon jó. Figyelj, menjünk így kézen fogva. Yes. Az a biztos. Eddie Filok nem volt benyomva, jó. Hát de azt, amit te hoztál, azt hogy a tökönbe hozzuk? Ne, itt is azért gondolkozzunk. Itt jobbra egy erős. Így egyenesen mennyi. Ne kanyarodj, mert vissza ebbe azt nem tudok kanyarodni. Hello. Igen. Mi történt? Lerakta szerintem a talpat. Megindult! Jó! Mit kibír az a kötél? Acél sodrony. Jó! Meghoztuk. Mekkora szar lett ebből. Hát igen. És akkor most hozhatjuk azt a... 22 liter benzin. Igen, nekem 37. De hogy elvitted innen a benzines. Aha. Amúgy igen. És az a trailer, ami most rajtad van, az... Ez itt fog megrohadni most. Lehet. Hát a másikkal lehet megvárnám a terepgumit. Amúgy. Lehet. Lehet, igen. Hogy sikerülne, de a terepgumi nagyon sokat fog számítani. Hát, ja, most ott szenvedjünk vele. Mennyi kell már hozzá? Már nem sok. Hatos szint. Még egy pár küldi. Jó, ja, teljes mértékben megjavítottuk az utat, van egy nagyon jó útunk a Factory-ig, mert mindenbe belekezdtünk egy komoly küldibe is, szóval azért gyönyörű szépen haladunk ezen a map részen. Köszönjük szépen a figyelmet, srácok, innen folytatjuk legközelebb, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, a csapatba, sziasztok!